Vágyott már arra, hogy egy időgépbe ővett tisztállással jövőt? Hogy tudja, mit kell most tennie, és mit kell elkerülnie ahhoz, hogy hosszú távon elégedett és sikeres legyen mind szakmailag, mind a magánéletében. Gondolt már arra, hogy jelenbeli döntései milyen hatással lesznek jövőbeli kilátásaira? Ha igennel válaszol ezekre a kérdésekre, akkor jó helyen van. Ez itt a Future Talks, a Trade Magazine Business podcastja, én pedig Krizsó Szilvia vagyok. Műsorunkban ismert és elismert üzletemberekkel, tudósokkal és szakértőkkel hozzuk közelebb a jövőt. Tartson velünk! A jövő munkavilágába szeretnénk elkalauzolni a Future Talks podcast nézőit, hallgatóit, mert azt gondolom elég égető kérdés, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi vár ránk 5-10, akár 15 vagy éppen 20 év múlva, mire kell felkészülnünk, mit kell magunkban előhúzni a tarsőból, hogy megálljuk a helyünket a munkavilágában, és ehhez fogunk most segítséget kapni dr. Szücs Lászlótól, a PricewaterhouseCoopers Legal ügyvédjétől. Üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy velünk. Laci, most azon gondolkozom, hogy arról fogunk beszélni, hogy milyen legyen a munkavilága, ehhez képest valamelyik nap olvastam egy izgalmas cikket arról, hogy egyre többen vannak azok az emberek, akik most már nagyszabású tüntetéseket szerveznek, mondva, hogy elegük van a munka alapú társadalomból, és igazából az lenne a legjobb, hogyha senki nem dolgozna, hanem mindenki élné az életét, szeretné a családját, a barátait, és akkor jó lenne, és aztán amikor már kipihenték magukat az eddigi munka fáradalmi ajról, akkor már úgy is találnak valamit, amivel elfoglalhatják magukat. Mit gondolsz ezekről a mozgalmakról? Hát először is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és erről a témáról beszélhetek, hiszen ez egy olyan téma, ami most már évek óta átszövi a napjaimat, és hát el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt évek nagyon nagy kihívást jelentettek a számomra, hiszen itt egy nagyon nagy átalakulásról beszélhetünk. Munka szerintem nagyon sokunknak nem csupán egyfajta kötelesség, hanem egyfajta szenvedély, egyfajta életvitel, és igazán nem érezzük jól magunkat abban az esetben, hogyha úgy kelünk föl, hogy na aznap éppen nem tudom, hogy mit kell tennem. Igen, csak ugye valószínűleg van egy határ, ahol vannak, akik megválaszthatják, hogy mondjuk adott esetben mennyi munkát, mennyi időt, mennyi energiát tesznek bele egy-egy munkafolyamatban, és nagyon sokan érzik úgy, hogy őket kizsákmányolják a cégek, hogy nem tudnak megfelelő időt fordítani a családjukra, hogy effektíven nincs saját idejük, mert hogy olyan mennyiségű munkát kell elvégezni, 10-12 óránkat kell dolgozni, és hogy ebből azért sokaknak elege van. Ezt teljes egészében megértem. És ugye ez az elmúlt éveknek is egy nagyon nagy kérdése, hogy hogyan lehet úgy kialakítani a munkakörnyezetet, hogy az kvázi élhető legyen. És ugye a szabadidő és a munka arányának a megválasztása, és az, hogy itt hogyan alakul a munkakörnyezet, mit tudunk a szabadidőnkben tenni, egyáltalán van-e arra lehetőség, hogy a szabadidőnkben megfelelő módon rekreálódjunk, ez nagyon gyakran olyan kérdés, amit a vállalatvezetők is megtárgyalnak, és megpróbálnak lépéseket tenni annak érdekében, hogy az a munkavégzés, ami sokszor 8-10-12 órát jelent, az egy olyan környezetben történjék, hogy az a munkavállaló számára a lehető legjobb legyen. Egyébként, hogyha megnézzük azokat a folyamatokat, azokat az átalakulásokat, amelyekkel az elmúlt hónapokban, években találkoztunk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a vállalatvezetők is azt látják, hogy akkor tudnak hosszú távon a munkavállalóval számolni, hogyha az a munkakörnyezet, az a személyi állomány, az a csoport, akivel együtt dolgozik, az a munkavállaló számára is elfogadható, és egy olyan közeg, ahol tényleg megfelelően hatékonyan tud teljesíteni. Hát ugye ebbe azért belepiszkított rendesen a Covid, mert akárhogy is nézzük, bejött a home office. Ugye régen emlékszem, hát minden employee brandinges hirdetés arról szólt, hogy és akkor a csocsóasztal, meg a fantasztikus kollégák, meg a terülterű asztalkál, meg a kávéautomata, most mindenkinek otthon kell megoldania, vagy hát nem mindenkinek, de nagyon sokáig mindenkinek otthon kellett megoldani a történet, és azt olvasom akár a ti felméréseitekben, akár más tanulmányokban, hogy ugye ezt most már nem fogjuk megúszni, tehát a home office, mint munkavégzés helye az marad, lesz egy hibrid rendszer, majd a vállalatok eldöntik, hogy náluk melyik a leghatékonyabb. De hogy hogyan látod, hogy ebből a szempontból például a vállalatvezetőknek mennyire lett nehezebb a helyzete, hogy olyan környezetet teremtsen, hogy oké, hogy otthonról végzed a munkádat, abban nem nagyon tudok beleszólni, nem nagyon tudok ráhatni, de mégis kínálunk neked egy olyan juttatást, ami miatt hozzánk fogsz
lojális maradni. Ugye, amit látni kell, az alapvetően az, hogy az egész munkaviszony keretében olyan 5-8-10 évvel ezelőtt egy változás elindult, és nagyon sok folyamatnak a csírája az már a pandémia előtt megvolt. Alapvetően úgy látjuk, hogy a pandémia egyfajta katalizátor volt ebben a folyamatban, és gyakorlatilag azokat a csírákat, azokat a folyamatokat, amivel nagyon sok vállalatvezető tervezett az elkövetkező 5-10 évben, nagyon nagy mértékben felgyorsította. Tehát, hogyha megnézzük például az automatizációnak a kérdését, már 2015 környékén az egyik legfontosabb innovációs cél volt az, hogy a lehető legtöbb folyamatot digitalizáljuk egy vállalaton belül. A home office bejövetele, ugye a 2020 márciusi időszak, az gyakorlatilag egyik napról a másikra szükségessé tette ezt a fajta foglalkoztatást, és gyakorlatilag ennek a, tehát korábban a home office az egyfajta juttatás volt a jól teljesítő munkavállalók számára, akik ezért kvázi jutalomként, hogy jól dolgoztak az irodába, egy-két napot home office-ban dolgozhattak. Ez 2020 márciusában egyik napról a másikra a túlélés szükségletévé vált. És ugye ez azt is jelentette, hogy teljesen megváltozott az a munkakörnyezet, ahol ezeknek a munkavállalóknak dolgozniuk kellett. Megváltozott például a kommunikáció, ami ugye a te szakmád, és amit látni kell, hogy ezzel nagyon sok munkavállaló például nem tudott hirtelen mit kezdeni. Tehát hát próbáltak... sőt, nagyon sok vezető sem tudott ezzel mit kezdeni hirtelen, ezért mondjuk ki. Tehát, hogy nem két olyan vezetővel dolgoztam, aki pánikszerűen hívott, hogy akkor most hogy ráncsa össze a csapatát, amikor mindenki máshol van, és... Hát igen, tehát hogy nagyon sok kihívás elé állította ezeket a munkaszervezeteket, de például, hogyha nézzük ennek az egésznek a kvázi hardware oldalát, akkor ott is gyakorlatilag a cégeknek ugrásszerűen fejleszteni kellett a saját gépparkjukat, hogy a munkavállalókkal megfelelő módon kommunikálni tudjanak. Tehát nagyon sok olyan változás volt, amit így a járvány kvázi belökött, és ez a folyamat, ez azóta folyamatosan megy, és ami biztos, hogy ez most már a normál, hogy részben vagy egészben otthon történnek bizonyos munkavégzési folyamatok, és gyakorlatilag a környezet az elkezdett adaptálódni ehhez a változáshoz, és megváltozott a cégnek a stratégiája a fejlesztések terén, megváltozott a kommunikációnak a szerepe, megváltozott a munkahelynek a szerepe, tehát az irodaházak egyrészről kvázi méretben, tehát hogyha azt az irodák, kvázi, a szűk értelemben vett irodák méretét nézzük, az csökkent, de például megjelentek szociális terek az irodába annak érdekében, hogyha a munkavállalók bejönnek, és tényleg azért jönnek be, hogy egymással találkozzanak, hogy kvázi közösségekben dolgozzanak, ezeket a munkafeladatokat közösen lássák el, és ne a virtuális térben, hanem a fizikai valóságukban gondolkozzanak, akkor jól érezzék magukat. Abban egyébként van generációs különbség, hogy ki szeretne, mert ugye nagyon sok tanulmány foglalkozik azzal, hogy mely az a munkavállalói csoport, ami most már tartósan szeretne home office-ban maradni, és szinte sértésnek veszi, hogy neki be kell menni az irodába heti egyszer-kétszer, ne adj Isten, többször is. Tehát a generációban van arra rálátásotok, hogy kik azok, akik szeretnek bemenni az irodába, mert tényleg azt gondolják, hogy nekik fontos a kapcsolatépítés, fontos az, hogy egy közegben otthon érezzék magukat. És kik azok, akik inkább otthon maradnának? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert alapvetően a PwC ebben a tárgykörben kutatott, és három fő csoportot különböztetett meg. Az egyik a 30 éven aluliak, tehát a pályakezdőknek a csoportja, akik érdekes módon szeretnek bejárni az irodákba, és ezt azért is tartják fontosnak, hiszen látják azt, hogy ez az az információ áramlás, ahol ők a leggyorsabban tudnak fejlődni. Egyébként számomra ez a generáció kicsit a türelmetlenebben vége, hiszen ők nagyon gyorsan akarják megtanulni ezt a szakmát, vagy azt a szakmát, amit éppen végeznek, és ezért hajlandóak arra, hogy ide bejárjanak az irodaházakba. Egyébként ők egymással elég jól kapcsolatban is vannak, tehát az a smooth talk, amit mi nagyon sokszor hiányolunk ezeknél a digitális felületeknél, ez ennél a korosztálynál remekül működik. Aki jobban szeret otthon dolgozni, az alapvetően a 30 és az 50 közötti generáció. Nyilvánvalóan ők már rendelkeznek családdal, tehát
Tehát számukra ennek a logisztikája, hogy én most a konyhából beülök a nagyszobába, és abban a pillanatban a munkahelyen vagyok, és egyébként teljes értékű munkát tudok végezni, ez sokkal fontosabb, és ebből következően ez a generáció kifejezetten azt preferálja, hogyha lehet, akkor a munkaidő nagy részében otthon végezze a munkáját. És akkor van az 50 fölötti generáció, akiknél egy kicsit más probléma jelenik meg. Azért ugye azt tudjuk, hogy a különböző generációknak a kvázi digitális intelligenciája, ami az egész otthoni munkavégzésnek az alapja, azért az különböző. És azért hozzáteszem, hogy ami a 30 éves, ami a 30 alattiak esetében evidencia, hogy egyik programról átérjenek a másikra, hogy mondjuk egy frissítésnél azonnal tudjanak a frissített programmal dolgozni, na az az 50 fölöttiek esetében egyáltalán nem így van. Tehát azt... Hogy van, csak hogy tudjam én is, hogy van ez nálam például. Hát itt nyilvánvalóan nem lehet mindenkire, tehát általánosságokat lehet mondani, azért azt látjuk ugye, hogy beszéltünk arról, hogy a mi generációnk azért az oktatás szintjén és alapvetően mondjuk az életének az első 30-35 évében nem a telefonon élt. Tehát magyarul, amikor mi kommunikáltunk, annak nem a telefon volt a fő platformja, nem a közösségi médiát vettük alapul, amikor ismereteket vagy ismerősöket próbáltunk szerezni. Tehát, hogy kvázi a mi digitális intelligenciánk az valamivel alacsonyabb, mint a 30 éven alattiaké. Na most dolgozni nekünk is kell. Sajnos. Hát elég sokáig, és még elég sokáig kell ebben a fázisban, és hogyha ha ezt a folyamatot tovább akarjuk vinni, és sajnos ebbe az irányba megy a világ, hogy egyre több folyamat digitalizálódik, akkor nekünk is el kell kezdeni tudatosan foglalkozni magával a digitalizációval, és kicsit át kell állni gondolkodás szempontjából erre a megoldáskereső típusú gondolkodásra. Tehát, ezt hogy fejleszthetőnek mondjak, tartott különben? Hát egyrészt ez a túlélés záloga, aha. Másrésztről igen. Tehát ugye én se hittem magamról, hogy mondjuk március 15-én 2020-ban, hogy nekem két hét múlva 4-5 platformmal kell dolgoznom, ahol egyébként az ügyfeljelmimmel kommunikálni tudok, és egy hónap múlva ezeken a platformokon nekem már szlájdokat kell prezentálni. Tehát, hogy ez nekem futurisztikusan hangzott, mégis miután 15-e után hazaküldtek bennünket, és azt mondták, hogy mostantól kezdve már pedig az ügyfelekkel így kell kommunikálni, onnétól kezdve nem volt más választásom. Tehát a szükség nagy úr, ebből következően ezt meg kell tanulni, és meg lehet tanulni. Na jó, de akkor ebből a szempontból jó hír. Milyen szerinted, amit még újonnan meg kell tanulni? Nem feltétlenül csak az 50 felettiekre, hanem egyáltalán, tehát azért beszéljünk kicsit arról, hogy mi lesz itt 5-10-15 év múlva, szóval hogy látjátok, milyen képességekre, milyen tudásra van ahhoz szükség, hogy valaki folyamatosan meg tudjon újulni, mert ugye ez az új mondás, hogy az új normális, az már arról szól, hogy mindig valami más van, és mindig ahhoz kell alkalmazkodni, de ahhoz, hogy tudjunk alkalmazkodni, nyilván ahhoz magunkban is bizonyos változásokat kell generálni. Hát igen, ugye azt látni kell, hogy ebben a technológiai fejlődésben ami rendelkezésre áll, az a technológia. És mindig ami nehéz, az ember, az emberi tényező. És tulajdonképpen a járvány ebben a folyamatban volt egyfajta kattanás. Tehát én azért nagyon sok vállalatvezetőnél, vagy nagyon sok munkáltatónál láttam azt, hogy teljesen megváltozott a home office-hoz való hozzáállása, és a korábbi bizalmatlanság, ami arról szólt, hogy na majd, ha otthon van, akkor úgyse fog dolgozni a munkavállaló, az teljes egészében átalakult, és azt mondta, hogy ez milyen jó, mert mostantól kezdve kisebb irodát kell nekem bérelni, tehát akkor ebben az esetben a kiadás oldalon itt nekem van egy jelentős megtakarításom. És kicsit hasonló a helyzet ezekkel a digitális folyamatokkal kapcsolatosan is, ami hozzáteszem, hogy az általános vállalati kultúrának a változásába nagyon beleillik. Ugye nagyon sok vállalat gondolkodik ebben az ESG rendszerben, ami ugye egy angol rövidítés, sajnos ebben a világban élünk, ahol ezeket az angol rövidítéseket használjátok, meg kell tanulni, Environment, Social and Governance, ami azt jelenti, hogy első körben olyan technológiákat alkalmazunk az environment alatt,
amelyek a lehető legnagyobb mértékben fenntarthatóak. Na most, ha ezt a home office struktúrát nézzük, de mondjuk úgy, hogy a home office az csak a munkavállalók egy részét érinti, hiszen nem minden munkavégzés végezhető otthon, viszont vannak olyan munkakörök, amelyeket tényleg csak meghatározott helyen lehet végezni, de ez őket is érinteni fogja. Tehát a teljes munkajog folyamatát át fogja alakítani ez a digitalizáció, és egy betanított munkásnak, illetve egy szakmunkásnak is kell, hogy legyenek olyan képességei, amelyekkel ezeket a folyamatokat kezelni tudja. Tehát például egy nagyon egyszerű példát mondva, ha valaki szabadságra szeretne menni, az valószínűleg már nagyon sok helyen most is, de teljesen általánosan is úgy fog kinézni pár hónap, pár év múlva, hogy a munkavállaló egy elektronikus felületre fellép, bejelöli, hogy ő melyik napokon szeretne szabadságra menni, egy intelligencia megvizsgálja, hogy akkor éppen ki van szabadságon, és utána lesz egy felettes, aki ehhez elektronikusan hozzájárul. Most, hogyha ezt így elmondom, ez látszik, hogy ez egy folyamatalapú gondolkodás, és ugye gyakorlatilag a munkaviszonynak minden elemét majd meg kell nézni, hogy hogyan lehet ebbe a folyamatalapú gondolkodásba illeszteni, és utána mellé kell ültetni egy szoftverfejlesztőt, aki ehhez hozzárakja a megfelelő programokat. Egyébként... Hát akkor magyarul egyébként most, hogyha egy kicsit arról is beszélünk, hogy mik lesznek azok az ágazatok, azok az iparágak, azok a szektorok, ahol innentől kezdve a kánoán jön el az ott dolgozóknak, akkor mondjuk a szoftverfejlesztők azok, akikre innentől kezdve az idők végezetéig biztos óriási szükség van. Hát tulajdonképpen igen, tehát egyrésztről a szoftverfejlesztőknek valószínűleg nagyon sok igényt kell majd kiszolgálni. Én nekem egy kicsit egyébként a szoftverfejlesztőkkel kapcsolatosan is az az érzésem, hogy ők néha ilyen elefántcsont toronyba ülnek, tehát ami egy informatikus agyába van, azt azért egy halandó, mondjuk úgy, hogy kezelő, aki, vagy egy nem nevezném fogyasztónak, hanem egy olyan személy, akinek ezzel a programmal dolgozni kell. Pontosan, tehát ezt a szót kerestem, köszönöm. Tehát egy felhasználó számára azért az nem mindig úgy esik le. Tehát mindenképpen nekem kell egy közvetítő a kettő között, aki egyrészt elmondja, hogy mi az igény, utána mondjuk jó, hogyha jön egy jogász, aki elmondja, hogy egyébként ezek a lehetőségek, és utána azt jön egy informatikus, aki egyébként ezt teljes egészében át tudja ültetni a digitális térbe, csak ne hagyjuk gondolkodni, tehát olyan értelemben ne hagyjuk gondolkodni. Most megsértettél több millió embert, csak mondom. Hogy a megoldások körül nyilvánvalóan még az is jó, hogyha egy HR-es is ott van, mert akkor tudnak olyan digitális megoldásokat szállítani a felhasználók számára, amivel ők tényleg dolgozni tudnak. Tehát ugye azt látni kell, hogy maga az informatika az kicsit ilyen, szóval így kívülálló számára azért az informatika egy eléggé bonyolult szakma. Tehát egy nagyon folyamat gondolkodású, néha teljesen más irányba vinni a megoldásokat, mint ami egyébként egy kvázi mezei felhasználó esetében van. Hát viszont, ezek egyébként egy szoros együttműködés, nem? Tehát, igen, tehát hogyha ezt oda tudjuk vinni az egyszerű munkavállalóhoz, akkor ebben az esetben nyert ügyünk van, és akkor meg tudjuk nyerni nem csak a cégvezetést, hogy egyébként ezt a folyamatot alkalmazni kell, hanem a munkavállalókat is, akik partnerek lesznek egyben. Egyébként, hogyha ezen az úton megyünk tovább, akkor én például úgy látom, és szerintem erre már megint csak azt mondom, hogy van példa, tehát ez a jelenünk már, csak ez széles körben el fog terjedni, hogy gyakorlatilag minden munkajogi folyamatot át fogunk ültetni egyfajta digitális folyamattá, és a munkavállalónak gyakorlatilag egy bizonyos azonosításon keresztül, mondjuk nevezzük úgy, hogy például van a munkáltató, és a munkáltatónak lesz egy applikációja. Ez lesz az X munkáltató applikáció. És hogyha én munkavállalóként ebbe az applikációba belépek, ami történhet akár egy számkód azonosítással, de történhet akár egy arc felismerő rendszeren keresztül történő azonosítással, tehát ugyanúgy, mint egy bankszámla esetében, akkor ezen az applikáción keresztül én elérem az összes olyan dokumentumot, ami az én munkavégzésemre irányadó, ezen keresztül meg tudom nézni a fizetést,
fejlődésemet, meg tudom nézni a teljesítményértékelésemet, sőt, saját magamat tudom értékelni. Na de figyelj, egy idő után akkor lehet, hogy nem lesz szükség olyanokra, mint hogy bérszemfejtő, nem jogász adott esetben, hát most már gyakorlatilag egy csomó mindent lehet digitalizálni. Hát sose felejtem el, egyszer láttam egy előadást egy jövőkutatónál, aki két hologram beszélgetett egymással, mindenki otthon volt, de egyébként olyan volt, mintha egy térben lennének, és akkor ezt, legyen erről egy szerződés, és akkor mit tudom én éppen, Heidi, Siri, nem tudom, valaki, Alexa, tök mindegy, azonnal, és megjelent az a szerződés nyomtatvány tulajdonképpen, amit ez a két partner rögtön alá is tudott írni. Tehát, hogy ebből a szempontból... Abból a szempontból teljesen igazad van, hogyha megnézzük a mai, úgymond modern bérszámfejtőket, ők is programokkal dolgoznak. Tehát berakják, hogy mennyi dolgozott a munkavállaló, milyen bérelemei vannak, mennyi az alapbére, egyebek, és akkor a végén ott kidobja, hogy mennyit kell fizetni az államnak, mennyi a munkavállaló bére, és egyébként még milyen egyéb juttatásokra jogosult. Tehát maga az alap most is megtörténik, viszont minden egyes bérszámfejtő program mellé ott van egy kvázi emberi tényező, aki azt ellenőrzi, hogy az a számítás helyese. Tehát én ebből a szempontból egyáltalán nem vagyok pessimista, és azt látom, hogy erre az ellenőrző funkcióra, amit odarakunk a gépek mellé, mindenképpen szükség lesz, hozzátéve, hogy a gép, hogyha a gépnek a munkáját is egy munkavállalónak, egy személynek kellene végezni, akkor lehet, hogy például sokkal nagyobb lenne a tévedések mértéke. Tehát azért ezek a technológiák, amiről most beszélünk, ezek sokkal pontosabban dolgoznak, és sokkal pontosabban tudnak például egy szervezetet kiszolgálni, mint hogyha ezt mind élő munkával végeznénk. Mert szóval azt, hogy előbb a HR-t megbeszéltünk arról, hogy a vállalati kultúra átalakulása a szervezet. Hogyan látod, tehát most a pandémia után, amikor új stratégiákat kell gyártani minden egyes cégnek, kormánynak, és a többi, és a többi, mennyire fognak átalakulni a szervezetek? Tehát az eddigi bevált szervezeti struktúra, az mennyire tud tartósan megmaradni, vagy milyen új módozatokra lesz majd szükség, hogy azt lehessen kezelni, hogy valaki távmunkában dolgozik, valaki benn van a munkahelyen, ez néha cserélődik. Nyilván lehet, hogy lesznek olyan munkakörök, ahol kevesebb emberre szükség van, szükség lehet, hogy van, akire több, egy csomószor lehet, nem tudom, külső beszállítót igénybe venni. Tehát, hogy azért az egész, ahogy erre már most is példák vannak, de hogy felborul az eddigi rendszer, amit láttunk most már évtizedek óta. Ugye, ha csak az alapot nézzük, akkor eddig a munkabeosztás az alapvetően azt jelentette, hogy mettől meddig ki hol dolgozik. Na most ez a távmunkavégzésnek az elterjedésével azt is jelentette, hogy nem csupán a munkaidőt osztjuk be, és nem csupán egyfajta elérhetőségre határozunk meg bizonyos, mondjuk úgy, hogy nem is pontosan határozzuk meg magát a munkaidőt, hanem azt mondjuk, hogy ekkor vagy ekkor legyél elérhető, egyébként ezek a munkafeladatok, amiket csinálj meg, amikor szeretnéd. Tehát, hogy nagyjából így néz most ki egy távmunkásnak a munkaidő beosztása. A másik dolog az az, hogy itt a beosztásnál abban is gondolkodni kell, hogy ki dolgozik otthon, és ki dolgozik a munkavégzésnek a helyén. Itt alapvetően megint az a célszerű, hogyha ezt a döntést valamilyen módon azért a munkavállalóra átadjuk. Nyilvánvalóan itt megint lehetnek olyan fix utasítások, amikor azt mondom, hogy már pedig most 5 ember bejön, neked 6-nak is be kéne jönni, hogy ez a csoport működni tudjon. Tehát, hogy kicsit komplexebb lesz az egész munkaidő beosztás. A másik dolog, amivel szintén mostanában találkozunk, az alapvetően az, hogy megváltoznak a vezetési szinteknek a felelősségi körei. Tehát azért azt látjuk, hogy a felső vezetés az alapvetően egy stratégiába gondolkodik, tervezi a költségvetést, megpróbál minél több folyamatot digitalizálni, és ehhez a tulajdonostól pénzt szerezni. A középvezető lesz az, aki alapvetően felelős lesz azért, hogy az alá beosztott emberek azok úgymond jól érezzék magukat. És ez azért is fontos, mert azáltal, hogy a munkavállalók egy része otthon dolgozik, ez a kvázi közvetlen felügyelet, ez a közvetlen kommunikációs lehetőség, ez megszűnik,
Tehát nekik kell ezt a csoportot összetartani, és ebből következően nekik kell például olyan szakmai, vagy pedig akár ilyen társadalmi, vagy közösségi jellegű kommunikációkat kezdeményezni, amivel elérhető az, hogy ezek az emberek 1-2-3-5 év múlva is itt dolgozzanak. És ami szintén egy nagyon érdekes folyamat, és ami most nagyon felerősödött, az alapvetően az, hogy a nemzetközi nagyvállalatoknál azért, akárhogy is nézzük, eddig mindig egy ország vetületében gondolkodtak, és amikor például volt egy adott projekt, akkor azt mondták, hogy ennek a cégnek, ennek a magyarországi leányvállalatnak van mondjuk 150 embere, és akkor azt ott próbáljuk ezt a projektet ott megoldani. Na most azáltal, hogy a munkavállalók személyesen már kvázi leszoktak arról, hogy csoportokban dolgozzanak. Tehát kvázi virtuális csoportokat is létre kell hozni. Nagyon sok olyan projekt indult be, ahol most már nem az adott leányvállalat munkavállalóival válogatnak, hanem gyakorlatilag azt mondják, hogy itt van ez a régió, és van Lengyelországban 2 specialistám, Csehországban 5 specialistám, és mindenki beszél egy közös nyelvet, többnyire ugye az angolt, és gyakorlatilag ennek a csoportnak, ami egyébként 4-5 országból tevődik össze, és mondjuk Franciaországban van a vezetője, ennek van egy heti rendszerességű találkozója a virtuális térben, és ők végzik a projektet. Na most ez az is magával hozza, hogy ugye eddig, amikor mi munkaviszonyról tanultunk és munkaviszonyról beszéltünk, akkor ugye mindig az jött, hogy az utasítási ellenőrzési jogot a munkáltató gyakorolja. Most ennek egy része, a szakmai utasítás ellenőrzés, az gyakorlatilag kikerül a szervezetből, tehát kvázi relativizálódik a munkáltatónak a személye. És ez nem csak arra terjed ki, hogy egyébként az adott munkáltató szakmai szempontból milyen feladatokat lásson el, hanem például olyan feladatok, olyan részeire is kiterjed a munkaviszonynak, mint a teljesítménynek az értékelése, hisz ami ugye kapcsolódik a szakmai feladatoknak az ellátásához, vagy olyan részére, mint például a szabadságolás, hiszen hogyha 8 ember együtt dolgozik, és együtt viszi ezt a projektet, akkor ebben az esetben annak a 8-nak célszerű egy időben szabadságra menni, még abban az esetben is, ha egyébként 5 különböző cégnél vannak alkalmazva. Igen, ez azért érdekes, mert gyakorlatilag ez effektíve arról szól, hogy teljesen megváltoznak a vezetői szerepek. Tehát, ahogy előbb mondtad, a középvezetők felelőssége felerősödik abban, hogy hogyan tudja mentálisan is támogatni a munkavállalóit, meg a szakmai útmutatásokat átadni. Ugyanez vonatkozik a felső vezetőkre, de egyébként nekik valahogy azzal is akkor ezek szerint dolguk van, hogy ez a munkavállaló, akit nem tudom, a nap, nem tudom, 5 órájában ő irányít, és ő mondja meg a feladatokat. Ez egyébként benne van egy másik projektben is, mert a projektek mehetnek párhuzamosan az adott munkával, ahol ott más utasítások vannak, tehát, hogy ez egy kicsit azért a munkavállaló szempontjából is, nem egy ilyen, most akkor én hova is tartozom? Vagy most akkor kire figyelek? Vagy akkor mivel vagy kivel vagyok lojális? Vagy hova szeretnék igazán tartozni? Ugye ez az, amit az előbb is említettél, hogy a munkavállalónak fel kell arra készülni, hogy mindig minden változik. És ez a változás, ez azt jelenti, és ez egy nagyon fontos készség lesz az elkövetkező időszakban, hogy ehhez a változáshoz nekem megfelelő módon adaptálódnom kell. Tehát, hogyha megváltozik a munkaviszonynak a digitális környezete, akkor számomra nem azok lesznek a legfontosabb munkavállalók, azok is nyilvánvalóan, ez egy feltétel lesz a sok közül, akik egyébként szakmailag a toppon vannak, hanem azok, akik ebben a digitális környezetben jól tudnak teljesíteni. Tehát akik tudják, hogy mondjuk hogyan kell prezentálni egy digitális platformon, illetve azt is tudják, hogy például kommunikálni hogyan kell egy digitális platformon, mi az üzenete például annak, hogyha én kikapcsolom a kamerát és a mikrofont egy tárgyaláson, és mi az üzenete annak, amikor mögém háttérképként egy hullámzó tengerpartot rakok, mert nyilvánvalóan sok különböző helyről jönnek össze a kollégák, és ez nagyon fontos benyomás például egy tárgyaláson, hogy ki hogyan jelenik meg az adott digitális térben. Hát, órákat tudnék zengeni, hogy én miket látok, és mi próbálok így változtatni, amikor ezeket a dolgokat látom, de
Ugye ezért ez arról is szól, amiről te beszélsz, hogy ha több országból jönnek a virtuális térben össze, akkor nagyon sok vállalati kultúra fog egymással találkozni, nagyon sok társadalmi kultúra fog egymással találkozni. Tehát ezek szerint a jövő munkavállalójának arra is fel kell készülnie, hogy ezt a mi magyarok ide bezárkoztunk, és akkor itt nagyon jól érezzük magunkat egymással, ez nem fog tudni működni. Ez teljesen igaz. Egyébként, hogyha megnézzük a vállalati kultúráknak a főbb szlogenjeit, a főbb hívószavait, akkor ugye az egyik mostanában nagyon gyakran használt hívószó az a diverzitás. Ami azt jelenti, hogy sok helyről, sok kultúrából jönnek össze azok az emberek, akik összességében a legnagyobb hatásfokon fognak működni. Hogyha kimegyünk akár egy londoni üzleti tárgyalásra, vagy kimegyünk akár az Egyesült Államokba, hát hogyha ott körbenézünk, ugye az a diverzitásnak az őshazája, de ez számunkra is itt ebben a régióban abszolút értelmezhető, hiszen beszélhetünk kvázi munkajogi értelemben vett diverzitásról, hogyha a különböző országokból, különböző régiókból jövő kollégákkal kell együtt dolgoznunk. Figyeld, azért ez tulajdonképpen arról is szól, és akkor most az tényleg érdekel, hogy hogyan tud egy munkáltató lojálissá tenni, és lojálisnak is, hogy maradjanak a munkavállalói, hiszen akkor a munkavállalók előtt effektíve kinyílik a világ. Tehát én itt Budapesttől akár jelentkezhetek, most csak kérdezem, mondjuk egy Egyesült Államok beli céghez, mert hogyha ott adott a home office lehetősége, akkor miért ne tudnék én innen bedolgozni, és a virtuális térben találkozni az ottani kollégákkal, ahhoz nagyon-nagyon jó körülményeknek kell lenni itt a hazai cégeknél, hogy ők tartsanak maguknál, és ne kívánkozzak oda. Ez teljesen igazad van. Tehát, hogy van olyan szakma, ahol, hogyha most Magyarországon valaki befejezi az egyetemet, és megkapja azt a képesítést, akkor gyakorlatilag a következő nap egy bizonyos közösségi platformra ő fölteszi magát angol nyelven, hogy itt Budapesten ezen a szakon végeztem. És szinte biztos, hogy egy héten belül San Franciscóból, Új-Zélandról, Finnországból, vagy akár Indiából megkereséseket kell kapni, megkereséseket fog kapni, hogy nekem erre a személyre szükségem van, és alkalmaznám őt remote work, azaz stáb munka keretében. Na most ezek létező struktúrák, amikor úgy dolgozok egy munkáltatónak, hogy fizikailag nem is lépek be abba az országba, tehát nem vonatkoznak rám például az idegenrendészeti korlátozások, és akkor a járványügyi korlátozásokról ne is beszéljek, megkapom azt a fizetést, amit egyébként ő ott az azonos pozícióban lévő személynek fizet, és tulajdonképpen, ha megnézzük a jogszabály és az adózási hátteret, akkor azt is meg tudjuk oldani, hogy erre az időszakra itt Magyarországon adózunk, illetve a társadalombiztosítási járulékhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket teljesítjük. Tehát ennek a kvázi jogi struktúrája az rendelkezésre áll, és ami egy nagyon fontos dolog, és ez ugye nagyon sok cég szokott ragaszkodni, hogy erre az időszakra ne a távoli Magyarország joga szerint szeretne ő szerződni, hanem ott neki van egy munkaszerződés mintája, van egy nagyon széles körű belső szabályzat mintája, ugye ott a szabályzatok jelentősen, tehát nagyon sok szabályzat van, amit be kell tartani, ami például az összeférhetetlenségre, kommunikációra, etikai magatartásra vonatkoznak, és gyakorlatilag ebben a szabályrendszerben dolgozzon nekem az a munkavállaló a távoli Magyarországon, és ez jogilag megoldható. A cégek mennyire vannak tisztában azzal, hogy nem tudom, hogy a jogszabályi keretek azok mennyire adottak itt Magyarországon, illetve hogy a cégek, amikor azon gondolkoznak, hogy náluk a jogi folyamatok azok hogy zajlanak, és hogy fognak zajlani mondjuk nem tudom, 5 év múlva, 10 év múlva, az nyilván már a stratégiaalkotásban már most el kell kezdeni felkészülni. Ugye itt az az érdekes az egészben, hogy tehát ami például, amiről már beszéltünk, és ami nagyon befolyásolja majd a jogi hátterét a cégeknek, legalábbis a HR területén, az maga a digitalizáció. És azt látjuk, hogy nagyon sok cég gondolkodik abban, hogy nézzük meg az összes jogszabályt, és ez a folyamat, és ugye megint egy kulcsó folyamat, tehát nem ez vagy az, hanem de maga a folyamat. De a folyamat szól neked azért zenefüleidnek, nem? Tehát, hogy jogászként, ügyvédként ez... Az az igazság, hogy nekem ezt meg kellett tanulnom. Tehát mikor pár éve elkezdtünk adatvédelmi joggal foglalkozni,
ami egyébként a legdinamikusabban fejlődő jogterület. Tehát én nem láttam ekkora fejlődést 2-3 év alatt egyetlen jogterületen se, mint az adatvédelem. Tehát mikor, és ugye nem hiába. Hát most aztán meg végképp. Tehát, most aztán végképp egy kánaán lesz ugye az adatvédelmi jogászoknak is, nem csak az informatikusoknak. Tehát, hogyha ilyen... Végén el ne felejtsd, légy szíves, most szabad ne felejtsd, engem figyelmeztes, hogy felsoroltassam veled azokat a szakmákat, amin érdemes elgondolkozni, hogy hol lehet valamit találni hosszú távon is biztos megélhetésként. Adatvédelmi jognál jártunk, és ott, hogyan változnak a jogszabályi környezetben a céges lehetőségek. Ott kellett először azt megtanulnom, hogy folyamat alapon kell gondolkodni. És ugye a munkajogon belül is nagyon sok folyamat van. Ilyen folyamat a felvétel, ilyen folyamat a szabadságolás rendszere, ilyen folyamat a teljesítményértékelés, a pálya, tehát az életpálya kvázi egy adott munkaviszonyon belül a megszüntetés. És ugye mindegyik folyamatnál azt kell megnézni, hogy ez kiváltható-e digitálisan, vagy nem. Ugye ennek ugye az a jogszabályi vetülete, hogy előírja a mi kis magyar jogszabályunk, hogy papír kell, vagy pedig nem. És van olyan jogszabály, ami előírja. És például nekünk van olyan típusú munkáltatói nyilatkozatunk, a kedves kis TB kiskönyv, aminek bizony kiskönyv formájában kell létezni, mert egyébként nem elfogadható. Tehát itt nem csak arról van szó, ezen hogy a cégek... Ezen fenntarthatóság, nem? Tehát, hogy... Igen, tehát nem... Én azt mondom, hogy a fenntarthatóság szintjén mi nagyon sokat tettünk. Tehát önmagában az, hogy elkezdtünk a munkavállalóval digitális úton kommunikálni, hogy most már a munkaszerződés módosítások, az igazolásoknak a kiadása, az M30-as például, ami ugye nagyon sok cégnek ugye a januári nagy fejtörés, hogy hogyan adjam ki az M30-as dokumentumot a munkavállalóknak, ezeket elkezdtük digitálisan odaadni a munkavállalónak, aki aztán rámenti a saját kis rendszerére, és akkor onnétok kezdve neki az digitálisan megvan, hogy ő 2021-ben mennyit keresett. Tehát, hogy onnétok kezdve, hogy ezek elindultak, onnétok kezdve gyakorlatilag sokat tettünk a fenntarthatóság érdekébe, de itt ez csak egy út. Tehát a teljes cél az, hogy ott van az applikáción belül mindenféle kommunikáció megvalósítható, és egyébként, ha nekem bármire szükségem van, akkor azt ebből az applikációból le tudom hívni, és mondjuk egy másik rendszeren keresztül továbbítani tudom a banknak, a NAV-nak, vagy pedig azoknak a hatóságoknak, vagy szolgáltatóknak, akiknek erre az információra szükségük van. A HR szerepe szerinted hogy fog megváltozni a következő 5-10-15 évben? Mit láttok? A HR-nek nagyon sok kihívása van. Ugye önmagában az, hogy a munkavállalók nem egy helyen dolgoznak az adott munkahelyen, hanem különböző helyeken otthon végzik a munkájukat. Önmagában az a körülmény, hogy sokan nem is az adott munkahelyhez kapcsolódóan végzik a tevékenységüket, hanem egy másik cégcsoportba tartozó leányvállalat részére. Ez azt jelenti, hogy ezek a szervezetek, ezek ilyen ezer felé így elkezdenek burjázni, és a HR-nek az a feladata, hogy ezeket összetartsa. Na most ez nyilvánvalóan, ez az összetartás, ez úgy valósítható meg, hogyha egyrészt van egy stratégiája a cégnek, és ez a stratégia, ez például az elmúlt időszakban nagyon sok esetben a transzparenciára épült. Tehát, hogy olyan vezetők legyenek, akik hitelesek, olyan felettesek legyenek, akik foglalkoznak az adott munkavállalóval, akiknek fontos az, hogy az adott munkavállaló jól érezze magát, és ugye ez azért is nagyon fontos, mert a megtartás, és az, hogy megfelelő képzettségű, megfelelő szakértelmű munkavállalók legyenek az egyes munkahelyen, az szinte minden cégnek az elemi érdeke. Ugye nagyon sok cég küzd azzal, hogy nem talál megfelelő szakembereket, mert nincsenek a piacon, ezért azok a szakemberek, akik egyébként rendelkeznek megfelelő tudással, azokat ott kell tartani, hiszen mi bármi nem... Áron. Bármi áron nyilvánvalóan nem, de meg kell tartani, és ez például olyan részekben, vagy olyan alterületeiben is megjelenik a munkaviszonynak, mint maga a kompenzáció. Tehát teljesen más
egy 30-asnak a kompenzációs igénye, mint mondjuk egy 50 éves munkavállalónak. És ugye ezt arra tekintettel is mondom, hogy ugye a bér az most már nem az alapbért jelenti, hanem gyakorlatilag egy juttatási csomagnak a részét. És ez a juttatási csomag, ez egyrészt pénzbeli juttatásokat, másrészt természetbeni juttatásokat is magába foglal, és lehetőséget kell arra biztosítani a munkavállaló számára, hogy ezt ő az éppen fennálló igényeinek megfelelően határozza meg. Hát is, ez csak egy része a juttatási csomag kialakítása a stratégián belül a HR-nél, de ott vannak a képzések, az is végül is kvázi ugye lehet egy juttatás, amit a cég munkavállalói kapnak azért, hogy folyamatosan fejlesszék magukat, és azt a tudásukat ráadásul vissza lehet csatornázni. Ugye ez szintén nagyon fontos, és ugye a képzésnél megint csak a kulcs szó sajnos a digitalizáció, tehát ezt nem tudjuk elfelejteni, és ez nem csupán a fehér galléros munkavállalókra, hanem az összes munkavállalóra irányadó, hogy egyszerűen azt a fajta digitális intelligenciát a 30 fölöttieknek is meg kell szerezni, ami a 30 alattiaknak már kvázi szórakozás útján megvan, hiszen ahhoz, hogy tartósan a munkaerő piacon tudjanak teljesíteni, ahhoz mindenképpen szükségesek ezek a kvázi felhasználói ismeretek. Jó, de nem csak erre gondolok, hanem a csapatok fejlesztésére, a kohézió erősítésére, kommunikációs fejlesztésre, nem tudom, egyéb olyan fejlesztésre, vagy amikor a mentális egészségről beszéltünk, hogy hogyan tud észnél maradni hosszú távon valaki, hogy jól érezze magát a bőrében, mert nyilván akkor fog tudni úgy teljesíteni, ami mondjuk a cégnek is megfelel. Hát igen, tehát ennek az egyik kimenetele az az, hogy az irodaházakban megjelennek a közösségi terek, másrészt a kompenzációban a cég elkezdi támogatni azokat a sport és egyéb tevékenységeket, ami a mentális egészség, a work-life balance megfelelő kialakulásához szükséges, és hát természetesen ugye van a kommunikáció, amit te is említettél, ami szerintem rettentően fontos, ugye különösen, hogyha a középvezetőknek a szerepváltozását megvizsgáljuk, illetve hát, hogyha virtuális térben vagyunk, akkor ugye ezt is már említettük, a kommunikációnak teljesen megváltozik a szerepe, és ez megint egy olyan dolog, amit meg kell tanulni. Tehát ezzel mi 10-20 évvel ezelőtt nem éltünk, mert oda mentem a kollégámhoz, és elmondtam neki, hogy mit szeretnék. Ez teljesen másképpen néz ki, hogyha mondjuk öten ülünk egy ilyen virtuális megbeszélésen, ahol szeretnénk egymással bizonyos kérdésekről kommunikálni. Laci, téged azt hiszem nem kell félteni, te köszönöd szépen, jól leszel a következő 5-10-15-20 évben, már te az egy ilyen általános, tehát akik most a jogi területen és munkafolyamatok kialakításával, jogi háttér megteremtésével foglalkoznak, pláne adatvédelmi joggal, ahogy mondtad, tehát nektek nincsen problémátok, az informatikusokat is kipipáltuk, hogy érdemes a programozással foglalkozni és a szoftverfejlesztéssel, aztán még kik vannak, akik ha nem is dőlhetnek hátra, de mondjuk szóval mik azok a szakmák, amikre most érdemes elkezdeni fókuszálni, hogy hát ha van bennem affinitás, mert erre biztos, hogy szükség lesz 5-10-15 év múlva is. Hát először is a proféta szóljon belőled, hogy én velem 10-15 év múlva se lesz egyáltalán probléma, én ebben nagyon bízom, de én ennek a kulcsaként azt látom, hogy ahhoz, hogy én 10-15 év múlva kvázi jól érezzem magamat, ahhoz nekem most kell az agyamat ahhoz átállítani, hogy nekem a digitalizációval és az informatikával foglalkoznom kell. Na most, ha fiatal lennék, és sajnos nem vagyok az, és újra kezdhetném mondjuk 20 évesen a szakmai életemet, akkor biztos, hogy olyan szakmát választanék, aminek valamilyen módon a digitalizációhoz köze van. És gyakorlatilag ez annyira át fogja hatni az életünket, hogy és ez annyi felé elágazhat. Egyébként hozzáteszem, a jogi szakma is szerintem virulni fog, mert rengeteg felé mehetünk jogászként, és ugye, ha csak például a compliance-nek az intézményét nézzük, és a folyamatos megfelelőségnek a biztosítását, az szintén a jogi háttérnek az ismeretét jelenti, és ami nagyon sok vállalatnál nagyon felfutóba van. De visszatérve a kérdésedre, én mindenképpen valamilyen informatikához kapcsolódó munkakörről gondoskodnék, és ez lehet egy mérnöktől egészen az adatbányászig, tehát ez egy már most nagyon széles kör. De azért vannak olyan emberek, akik akármennyire is szeretnék, mondjuk nem igazán reál beállítottságúak, tehát hogy
matematikai képességeik mondjuk nem biztos, hogy azon a szinten vannak, hogy adott esetben mérnökként. Én nagyon bízom az emberi kreativitásban. Tehát, hogy annak is nagyon nagy jövője van, csak az a baj, hogy a kreativitást is bizonyos szint fölött lehet fejleszteni, azért ott nagy mértékben arra születni kell. Tehát én látom a gyermekeimet, és látom azt, hogy ki milyen irányba mozog, és én tudom, hogy ki az, aki kreatív, és aki ezt majd fejleszteni fogja, és majd virágba borul, és ki az, aki egyébként tudom, hogy informatikai úton fog tovább menni, mert egyébként tényleg ez érdekli. Jó, tehát akkor magyarul, tehát akinek van affinitás a matematikához, fizikához, nem tudom, informatika, akkor az induljon arra, mert biztos, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz 5-10-15 év múlva, de hogy informatikusokra, illetve programozói képességekre biztos, hogy szükség van. Ha valaki egyébként humán beállítottságú, mert mondjuk a jogász szakma is egy humán terület alapvetően. Ez a baj. Én azt mondom, hogy tehát egyrésztről ne csak a fiatalokról beszéljünk, hanem ez nekünk 50-eseknek is egy alapvető dolog lesz, hogy sajnos el kell indulnunk az informatika világába. És hozzá kell ahhoz szoknunk, hogy lesz egy előbb-utóbb okos otthonunk, lesz egy előbb-utóbb okos bankunk, lesz egy előbb-utóbb okos szakmánk, ahol mindent ezen az informatikai kapcsolódáson keresztül fogunk tudni intézni. Tehát, hogyha most a mi kommunikációnkat is megnézzük, te megkaptál e-mailen tőlem bizonyos információkat, telefonon keresztül kommunikáltunk, most látjuk egymást, de mégis úgy érezzük, hogy tulajdonképpen már egész sokat tudunk a másikról. És ugye ez az adás is egy olyan platformon kerül megjelenítésre, amiről 10-15 éve még nem is hallottunk. Tehát, hogy ezt a fajta változást, ezt a fajta, és egyébként ezt nézik, tehát, hogy ezt az emberek fogyasztják, és nem csak azok fogyasztják, akik fiatalok, hanem a 40-es, 50-es korosztály is. Tehát, hogy ezt a fajta változást, ezt a fajta tanulásra vonatkozó igényt és szükségszerűséget, ezt életkortól függetlenül mindenkinek fel kell ismerni, mert egyébként 5-10-15 év múlva egyszerűen egyetlen szakmába se fog létezni. Na jó, tulajdonképpen, hogyha a kulcsszót mondhatok, akkor az a nyitottság, nem? Tehát, hogy a nyitottság az újdonságra, a nyitottság a tanulásra, meg nyitottság arra, hogy bármi is történik, akkor ott fel kell magunkat találni. Igen, ez teljesen így van. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, és akkor hát szerintem beszélgessünk egy 5-10 év múlva. Kíváncsi vagyok, hogy miről fogunk beszámolni, hogy hova jutottunk a sok nyitottságunkkal, meg a digitalizációra való, hát nem tudom, felkészültségünkkel, addigra lehet, hogy már simán programozni fogunk. Hát köszönöm szépen a meghívást, és a 10 év múlva történő beszélgetésre a meghívást, és bízom benne, hogy tudok jönni. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.